Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Angyal üzenet március 30-án. Minden nap felett uralkodik egy angyal. A mai napon angyal Aládiach. Nem csak március 30-án, hanem június 12-én, augusztus 27-én és november 8-án is uralkodik. Azok, akik ezen a napon születtek, tehát március 30-án, június 12-én, augusztus 27-én vagy november 8-án, nekik angyal Aládiach az őr angyaluk. Ez az angyal összeköttetésben áll Szaturnus bolygóval. Ez a bolygó a sorsunkat irányítja és tanít bennünket, néha szigorúan. Azon kívül összeköttetésben áll a Föld elemével és a Bika jegyével. A Föld eleme mutatja az anyagiakat, azt is, hogy tudjátok a terveiteket megvalósítani, és a Bika a nyugalmat, a biztonságot, az élet örömöt is szimbolizálja. Azon kívül az anyagiakat. Ez a mai angyal, Aládiach, erősíti az önbizalmunkat. Van neki egy olyan ereje, ami a betegségekben bennünket meggyógyít, nem csak azt, hanem segít abban, hogy mi megtaláljuk az okát. Miért történt ez? Vagy mi az oka ennek a betegségnek? Segít alkohol és drogen problémáknál is, nem csak azoknak, akiknek ez a problémájuk van, hanem azokra az emberekre is kihat, akik a környezetben élnek, mint például a családtagok. Angyal Aládiach segít abban is, hogy mi bizonyos dolgokat le tudjunk zárni az életünkben. És hogy legyen egy szerencsés fordulat. Ez az angyal megtanít bennünket arra, hogy mi magabiztosak legyünk, és ahhoz álljunk, ami nekünk értékes, vagy tudatosak legyünk a saját értékeinkkel, és hogy másoktól elvárjuk azt, hogy tisztelettel és megbecsüléssel közeledjenek hozzánk. Amiben még ez az angyal segít, ez a mi kármánk, hogy itt sikerüljön lezárni valamit, a rossz múltat, vagy egy negatív kármát. És most megtekintjük az üzenetet, ezt az angyal üzenetet, és választhattok egy, kettő vagy három között. Amennyiben az egyes számot választottátok, itt megkapjátok az üzenetet, mégpedig arról van szó, hogy körülöttetek minden olyan szomorú, olyan nyomasztó, vannak félelmek is. Bizonyára összeköttetésben áll ezzel a koronavírussal. De megvan arra a lehetőségetek, hogy egy kiutat válasszatok, és ezzel szerencsétek lesz, lezárul a múlt, elmúlnak a félelmek, és itt nyílik egy kapu, egy új lehetőség számotokra. Az eltarthat nyár folyamáig, amíg ez bevalósul, de jó úton vagytok.
Akik a kettes számot választották, itt megkapják az angyal üzenetet. Körülöttünk minden olyan hideg, hasonló, mint itt ezen a képen is. De belülről érzitek a melegséget, a családi szeretetet, a barátságot, vagy egy új otthont. Az is előfordulhat, hogy egy párkapcsolat, itt érezhető ez a belső melegség és nyugalom, és terveztek egy családi alapítást, vagy egy házasságot, tehát vannak terveitek, és ez a terv, ez a közös terv mutatja ezt a melegséget. Akkor is, ha kívül minden olyan hidegnek tűnik, de az a családi szeretet, vagy család alapítás megtörténik. Azok, akik a hármas számot választották, kapnak itt egy üzenetet. Ez jelent egy spirituális utat. Megvan hozzá a képességetek, az energiátok, és az is, hogy ezen a területen nagyon sikeresek lesztek. Mindent tudtok. És ezzel az energiával, mondhatnám, ezzel a mágikus energiával minden elérhető. Nem csak a munkát illetően, hanem a szerelem területén is. Vannak céljaitok, és ezt eléritek. Azt, amiről ti álmodoztok, ami a ti tervetek, eléritek egy éven belül. És ez volt az angyal üzenet. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!